Csak azok pótfelvételizhetnek, akik a 2015-ös általános felvételire nem jelentkeztek, vagy jelentkeztek ugyan, de sehova nem vették fel őket. Azok nem pótfelvételizhetnek, akiket bármilyen szakra felvettek, de meggondolták magukat, és mégsem ott szeretnék elkezdeni a tanulmányaikat, írja az EduLine. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal. A pótfelvételizők csupán egyetlen intézmény egyetlen képzésére felvételizhetnek az e-felvételi rendszerében. A jelentkezés határideje augusztus 10-e éjfél, eddig kell befizetni az 5000 forintos eljárási díjat is. Pótfelvételin csak önköltséges képzéseket hirdetnek, ez alól csak a magyar intézmények határon túli képzései, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzései számítanak kivételnek. Azokon a képzéseken, ahová már februárban is lehetett felvételizni, a ponthatárok biztosan nem lesznek alacsonyabbak a július 23-án kihirdetetteknél. A többi szakon természetesen a minimum ponthatár alá nem mehetnek, ez alap- és osztatlan képzésen 280, felsőoktatási szakképzésen 240, mesterképzésen pedig 50 pont. A ponthatárokat előre láthatólag augusztus 26-án hirdetik ki, ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási intézménytől kapják meg szeptember első napjaiban.